A Bajcsi Zsilinszky utcai óvodások az udvaron élvezik a tavaszi napsütést. Népszerű a hinta, a homokozó és a kültéri játékok. A gyerekeknek tetszik az itteni hangulat, szeretnek ide járni. Mert szeretek biciklizni, meg finomak az ebédek, meg szeretek a kinn az udvaron játszani. Sokat szeretem biciklizni, mert meg a gyümölcsöket szeretem, a zöldségeket, az ebédet, az alvást, a meséket, mert sokat tudok belőlük fejlődni. Én azért szeretem a Zovit, mert a kis testvérem itt van velem, és vele nagyon sokat tudok játszani. Mindig mellett alszom. Én azért, mert sokat lehet itt bábozni. Én meg azért, mert itt olyan sokat tanulunk, hogy otthon már kevesebbet tanulunk, meg itt mindig finomakat csinálnak a konyhás nénik a ebédet, meg a reggelit. A balatonalmádi szülők hétfőn és szerdán ide, kedden a Mogyoró úti oviba irathatják be csemetéiket. 3 éves kor felett lehetséges, 5 éves kor felett pedig kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. A felnőttek többségével már felvették a kapcsolatot a pedagógusok, minden évben tartanak például nyílt napokat az anyukáknak és apukáknak. Minden évben egy hagyományként már itt Almádiban első körben a babamama klubok meghívnak bennünket, kolléganőim elmennek, és ott a szülőkkel közvetlenül személyes beszélgetések folynak. Utána meghívjuk a szülőket egy délutáni időpontban, amikor itt tájékoztatást adunk az intézmény működéséről, és ezzel egy időben meg tudjuk beszélni azt is, hogy a következő héten be lehet látogatni az intézménybe szülőnként, egyesével és kolléganőim segítségével, amit bent történik a csoportban, utána ők ezt meg tudják beszélni. És így úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb rálátást biztosíthatunk a gyerekcsoportoknak az életére. Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek és a szülő azonosítására alkalmas igazolványt és lakcímkártyát. Az érintettek minden további információt megtalálhatnak a város internetes oldalán.